Köszöntöm nézőinket, ez a Sopron Televízió, benne pedig a hét témája című rovat. 13. alkalommal várják majd azokat, akik imádják a vasút modelleket, hiszen 14-én, 15-én és 16-án a Liszt központban ismét vasútmodell kiállítás. Vendégem Németh Csaba, a Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesületének elnök, akit sok szeretettel köszöntök. Tisztelettel köszöntelek én is. Na nézzük akkor, ugye egy év kihagyás után ismételten, talán legutóbb 2021-ben volt vasútmodell kiállítás, és most ismét minden adott ahhoz, hogy kigördüljenek a szerelvények. Így van, újra befűtjük, így van, a mozdonyokat, a gőzösöket, és elindul az útján. Pontosan, ahogy mondtad, hát most már nem is egy éve, hanem közel másfél éve sajnos akkor volt, ugye 2021 novemberében volt akkor a népszavazás 100. évfordulójának a, hogy így mondjam, a emlékére, pontosabban az volt az apropója ennek a kiállításnak, illetőleg az emblémája. Idén különösebben annyira nem készültünk rá, de mint minden évben idén is van azért egy évforduló, ha azt nézzük, 1873-ban adták ki, ugye a Győr-Sopront, illetőleg ében futott összekötő vasútvonalnak a építési engedélyét egészen az ország határig. Ugye se nekünk a legnagyobb támogatónk, azt el kell, hogy mondjam, tehát egy Győr-Sopron ében furti vasút, de ugyanakkor, mint lokálpatrióták is természetesen, mi igyekszünk azt leginkább lemodellezni, hát az a környezetünk, és azt próbáljuk ezeket. Ennek az egyik, nem akarom lelőni így a poént, az egyik meglepetése is lesz a mostani kiállításnak a lényege. Mennyiben sikerült újabb állomásokat esetleg, vagy újabb épületeket, új vasúti attrakciókat megvalósítani ebben az évben, vagy illetve ebben a másfél évben, hiszen ti azért dolgoztok folyamatosan. Természetesen, ugye fönn az Egyesületünkben vannak klubnapjaink, amikor nyilvánosan, máskor is, amikor meglátogathat úgymond kívülálló minket is, de amúgy is föl szoktunk menni, hát ez a hobbink. Szeretjük nagyon és imádjuk csinálni, és ennek megfelelően építgetjük. Igen, ha jól emlékszem, akkor kb. A 8 az a moduloknak a száma, újdonság, amit építettünk. Megépítettünk egy olyat is, amit mint az előbb is említettem, de hadd ne lőjem így le. Ezt a dolgot, igen, meglepetésként április 14-15-16 meg fogja látni mindenki, hogy hogyan van. Meg hát természetesen ugye ugyanúgy, mint egy épületnél, egy családi háznál, vagy bármilyen házat is nézzük, vagy bármilyen épületet is, a régi modulokat, hogy így mondhatom, hogy régi modulokat, hogy azokat folyamatosan karba kell tartani, azokat fel kell újítani. Hát nem beszélve arról, ugye, hogy mi a digitális világot preferáljuk ebbe a dologba. Rendkívül begyűrűzött ide is már a technika. Igyekszünk felújítani ezeket, és olyan dolgokat is beépíteni, ami újdonság. Ugye régen ez valahogy úgy nézett ki, hogy a váltókat egy ilyen panelen kellett átváltani, ezek megkapták az adott váltó vagy jelző a jelet, és akkor ezen át a trafókkal lehetett szabályozni a sebességet. Most viszont már azt nézem, hogy egy tablettel vagy egy okostelefonnal járkálnak a tagok, és így akkor van. Ott szépen ezeket beállítgatják, és így van, nagyon jól látod a dolgot. Ugye kétféle rendszer létezik a vasútmodellezésben is, ugye az analóg és a digitális technika, mi az utóbbi. Ez a minden egyes alakuló egyesületnek, illetőleg aki ebből akar foglalkozni, a legnagyobb dilemmája legelején, és ezt is kell eldönteni, hogy most melyik rendszerbe akar menni. Pontosan a nagyon-nagyon leegyszerűsítve a kettő közti különbséget, itt pont ahogy elmondtad az előbb is, itt annyi van, hogy gyakorlatilag a vonatokat, a gördülállományt, a mozdonyokat, a kocsikat és a váltókat, kitérőket gyakorlatilag egy egyszerű mobiltelefonnal is lehet már vezérelni. A másik olyan dolog, amit így el szoktuk mondani, azt mondom, hogy nagyon nagy különbség ugye a régi rendszerben, ugye az elektromos áramnak az áramlása, hogy így tudom legjobban megfogalmazni neked, ott meg volt az, hogy melyik vágányon közlekedhettek arra az irányba vonatok, melyik irányba ebbe. A digitális rendszerben gyakorlatilag meg tudom én azt csinálni, mint a valóságban az, hogy egy simpáron szembe menetek két vonatot. Nem akarunk előidézni semmiféle természetesen olyan dolgot, ami esetleg oda vezetne, de valahol leegyszerűsítve itt tudnám elmondani igen a lényegét. Csaba, mennyire van az egyesületi tagok között egyébként egy olyan
elgondolás, mint a fotósoknál. Tehát vannak azok, akik esküsztek arra, hogy digitális technika ide, digitális technika oda, az a legjobb, amikor még a régi filmre lehet fotózni, ez általában az idősebb korosztály. Aztán a fiatalok meg azt mondják, hogy már a digitális technikát kell használni, amikor egy kis kártyára rá lehet tenni akármennyi képet, és akkor abból kell dolgozni. Itt nálatok mennyire van ez a megosztottság, hogy digitális technika vagy analóg technika? Részben ellentmondás van nálunk pont abban, amit te mondasz. Vannak a fiatalok között is nálunk vannak, hogy igenis az analóg, mert az egyszerű, hát oda megyek, és akkor csak puk, kézzel átkapcsolom, mert az a valóság. Hát ott is azt csinálják, hogy fogja és átkapcsolja a váltót, csak oda megy a váltóra és átváltja az egészet. Az idősebbeknél is digitális és az analóg is. Van olyan, igen, olyan tagunk, aki azt mondja, hogy nem, gyerekek, a jövő az analógé. Van benne igazság. Van benne igazság. Ha tényleg azt mondod, hogy ha a valóságot szeretnénk lemodellezni, ha úgy szeretnénk csinálni, mint ahogy tényleg, nem azt mondom, mert most már ugye kimész az állomáshoz, ott se látsz, hogy idézőjelben mondom a baktert, meg nem látsz váltóört, hogy oda megy, és akkor a zászlóval lobogtat, és akkor átváltja a kézi váltóval. De a mai napig vannak, ami ugye nem a Gyesernél, de a MÁV-nak a vonalain, ez leginkább a Észak-Magyarországra jellemző olyan, hogy bizony igenis analóg rendszerben működnek, igenis át kell váltani kézzel a váltót, igenis karosjelzők vannak, igenis, hogy a váltót a nagy vastag húzalokkal állítják az egészet. Ennek is megvan a maga feelingje. Tehát, ha belegondolunk a modellbe, és azt csináljuk, hihetetlen élmény az is, és nagyon-nagyon-nagyon jó téma, pontosan, amit ezt te is elmondanál, hogy azt lemodellezni önmagába, hogy építek egy váltóőrházat, ahol állítják egy váltóállító házat, és kihúzom azokat a kis vezetékeket, azokat a kis apró cseprő részeket, tehát hihetetlen részletességgel meg lehet csinálni ezt is. Ennek is igenis, hogy megvan a maga szépsége. Tegyünk vissza egy picit a kiállításra. Lesz olyan társkiállító, aki esetleg hoz, hiszen volt olyan év, amikor repülő vagy katonai modelleket láthattunk, volt olyan, amikor autómodelleket láthattunk. Lesz-e ilyen társadok most? Így van, természetesen idén is. Idén ellátogat hozzánk a Szombathelyi Egyesület, és ők fognak egy nagyobb kiállítást prezentálni, illetőleg hívtunk meg olyan személyeket, akik vasútmodelleket építenek. Tehát magukat ezeket a H0-as, úgymond méretarányban, építenek különböző járműveket, leginkább mozdonyokat. Ők el fogják hozni és ki fogják állítani. Lesz, úgy ahogy te is mondtad, igen, makett kiállításunk is, így van, ahol pontosan a vasúthoz kapcsolódóan különféle járműveket fognak kiállítani. Mindig vannak újdonságok, hiszen amint megjelenik egy új mozdonytípus, akár Magyarországon például, akkor annak ugye szinte pillanatok alatt elkészül a modell változata, és hát a gyűjtőknek ez mindig egy nagy kincs, ugye? Nem mindegyik. A nagyon nagy kincs, az ugye, mint minden egyes más dolog esetében, azt mondom neked, a kis szériás dolgok. Uh-huh. Tehát olyan, amikor nekem van, neked mind, hát hol vagy te akkor tőlem. Szóval mennek ezek a dolgok, és akkor heccelődések, persze ez csak az egymás, hogy vízből húzza egymást, egyik a másikat, az egészet, és akkor megcsodáljuk, és akkor ilyenkor jön majd aztán a szeges számlálás, hogy oké, de hát nézd már meg, hát ott nem ott van rajta a tengely, hát az figyelj, ott pirosan feslenek, egymásnak az agyát így azért húzzuk és próbáljuk a dolgokat. Akik most jönnek kiállítani, ők ketten, hát csodálatos, nagyon szép, és leginkább azt kell, hogy mondjam neked, a magyar témájú mozdonyokat készítik el őket, illetőleg van egy idősebb úriember, ő nem csak az, hogy mozdonyt, hanem van úgy, hogy egész szerelvényt. Ő nagyon elhivatottan, ő szokott megrendelésre is csinálni, és hogy én szoktam vele beszélgetni, hogy mondja, hogy már nem bírom, már hagyjatok békén. De ez a szépsége, megint csak azt tudom mondani ennek az egésznek. Most az, hogy mondod, hogy gyártók, nagyon nagy nevű gyártók vannak, és hál' Isten, azt kell, hogy mondjam neked, egyre jobban felfedezik a magyar piacot is. Uh-huh. Eddig úgy gondolták ők, hogy ez nem egészen kis ország, kis pénzű emberek, stb. Ilyen dolgok, de ugyanakkor meg azt kell, hogy lássuk, és azt látjuk, hogy igenis a nagyobb modellgyártók is kezdenek rájönni, hogy hoppá, ez oké, hogy nem más országban, most gondolok én itt egy M41-es típusú csörgő, becsenévre hallgató dízelmozdonyra, ugye az nem sok országban futott, Magyarországon futott, Görögországban adtak el, így van néhány példát. Tehát ez ország specifikus a dolog, és ők úgy gondolták, hogy hát ezt nem lehet úgy eladni mondjuk, mint egy 10-14-es, egy Taurus mozdonyt, ugye, ahol egész Európában bárhol megyünk, találkozunk vele, de aztán rájöttek, hogy hoppá, mégiscsak azért van az a széria, ami rentábilissá teszi ezt az egész dolgot, és hál' Isten, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy kihagyják hát.
Milyen kísérőprogramok várják még a látogatókat egyébként a kiállításon 14-én, 15-én és 16-án? Így van, a kiállítók mellett természetesen megint csak azt tudom mondani, ha igen, a Győr-Sopron Ébenfurti vasút is kitelepül hozzánk, és elhozzák a nagy mozdonypultjukat. Önálluk lehet majd kivágókat festeni, rajzolni, egyéb mindenféle ilyen dolgokat gyerekeknek elsősorban természetesen, de hát szerintem a szülők is majd oda mennek, mert legutóbb, amikor volt egy kiállításunk, és akkor hoztak el, hogy pázliból ki lehetett rakni például egy új flört mozdonyt, és akkor ott, hó, hát most idejön, odajön, hogy kell csinálni. Lesznek az ilyen túlmenően előadások. Ezek az előadásoknak a részletes programját, az pedig a honlapunkon mi is kiraktuk, illetőleg a Prokultúrának a programjába is szerepel. Valamint, hogyha valaki majd ide érkezik, az aznapra tervezett programokat is ki fogjuk írni, hogy mik lesznek ezek. Itt lesz pontosan a Gyesevnek a történetéről, a vasútmodellezésről, adott modulokat, épületek, hogyan készültek el éppenséggel. Elég sokrétű. Igyekeztünk úgy összeállítani azért ezeket a dolgokat, hogy azért minden egyes korosztálynak, és akkor mindenkinek azért tudjunk valami olyat nyújtani, ami számára érdekes lehet. Remek családi program lesz, az még számomra sem világos teljesen, hogy az apukák fognak ennek jobban örülni, vagy a gyerekek, ez majd kiderül. Mindkettő szerintem. Így van. Német családnak köszönöm szépen, hogy elfogadta. Én is nagyon szépen köszönöm. És sikeres rendezvényt kívánok. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a hét témája, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.